Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük el a 254. dicséret első 4 versét. A 254. dicséret első 4 versét, amely így kezdődik: mindenkoron áldom az én Uramat. Hallgassuk meg, szeretett testvéreim, Isten igényét, amely az apostolok cselekedeteiről írt könyv 27. részének a 9. versétől szól hozzánk. Az utolsó igevers, amit olvasok, az a 26. vers lesz. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv 27. részében a 9. verstől így van megírva Isten igéje. Mivel pedig közben sok idő telt el, és a hajózás is veszedelmessé vált, hiszen a bőjt is elmúlt már. Pál figyelmeztette őket: férfiak, látom, hogy a további hajózás nem csak a rakományban és a hajóban okozhat nagy kárt, hanem életünket is veszélyezteti. De a százados inkább hitt a kormányosnak és a hajótulajdonosnak, mint annak, amit Pál mondott. Nem sokára azonban a sziget irányából lecsapott az Euraquilónak nevezett szélvihar. Mikor az magában ragadta a hajót, úgyhogy nem tudott a széllel szemben haladni, rábíztuk a hajót, és sodortattuk magunkat vele. Mivel pedig sem a nap, sem a csillagok nem látszottak több napon át, és erős vihar tombolt, végül elveszett megmenekülésünk minden reménye. Minthogy már sokat éheztek is, Pál felállt közöttük, és így szólt: az lett volna a helyes, férfiak, ha rám hallgattok, és nem indulunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és ezt a kárt. Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vészel közületek, csak a hajó. Mert ma éjjel elém áll annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. Ez azt mondta: ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak, én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. Egy szigetre kell kivetődnünk. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy kegyelmes vagy hozzánk, és rád bízhatjuk az életünket. Dicsőítünk téged a gondviselésedért és a védelmedért, azért a nagy szeretetért és türelemért, amellyel hordozol bennünket életünk minden napján.
Ugyanakkor megvalljuk neked, hogy bűnös természetünkben ott van az engedetlenség veled szemben. És ez sokféleképpen megnyilvánul az életünkben. Cselekedeteinkben, gondolatainkban, a mulasztásainkban megnyilvánul egész embervalónkban. De arra kérünk téged, hogy könyörülj rajtunk, és teremts bennünk alázatos lelket. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy megtartottad életünket erre a mai napra, és hallhatjuk a te igédet, amelyből bátorságot meríthetünk, és amelyből az élet áramlik felénk. Engedd, hogy mi erre az áramlatra, az élet áramlatára, a te szavadra bízzuk rá magunkat. És akkor tudjuk, hogy nem sodorhatunk, hanem vezettetünk a te szavad és a te lelked által. Háladással köszönjük neked, hogy megtartottál minket, hogy hallhatjuk szavadat, akár úgy, hogy kimenekítettél a bennünket körülvevő és minket is elérő veszélyekből, betegségekből, az életnek különféle terheiből, akár úgy, hogy meg sem engedted azoknak, hogy érintsenek és eljussanak hozzánk. Köszönjük neked, szerető megváltónk, hogy rád bízhatjuk nem csak önmagunkat, hanem szeretteinket, mindazokat, akik kedvesek nekünk, gyülekezeteinknek a tagjait, és rád bízhatjuk, Urunk, ezt az egész világot, azokat, akik velünk vannak, akik várva várják az Isten fiainak a megjelenését. Rád bízhatjuk, és arra kérünk téged, hadd tapasztaljuk meg azt a kegyelmet, amelyet Pál és mindazok, akik vele voltak, megtapasztaltak tőled. Így könyörgünk te hozzád, szerető megváltunk, könyörülj nem csak mi rajtunk, hanem mindazokon, akik bizonytalanságban, talán reménytelenségben vannak. Jézusunk, így ajánljuk a te gondviselő szeretetedbe, ami beteg testvéreinket a hitben, és fele barátainkat is, akik szenvedések vagy élet és halál között vannak. Adj egészséget, erőt és bölcsességet mindazoknak, akik életet és életben maradást munkálnak. Légy kegyelmes a betegekhez és a szomorúságot hordozókhoz. Szüntesd meg a világos sújtó járványt. Hadd éljük át szabadításodat, és dicsőítsünk téged, megváltunkat. Köszönjük, hogy meghallottad imádságunkat. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igényét, az ige hirdetésnek az alapüzenetét, amely az imént olvasott ige szakaszból az apostolok cselekedeteiről írt könyv 27. részéből szól hozzánk. Egyetlen igemes Pál apostol idézi az angyalt, illetve elmondja, hogy mit mondott neki. Isten, neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Amen. Szeretett testvéreim, ennek az ige szakasznak a közepén, illetve hát a centrumában helyezkedik el ez az ige vers, amelyet felolvastam, amelyet mondott az angyal Pál apostolnak, elvéve a félelmét és biztatva arra, hogy ne féljen, hiszen Istennek határozott és konkrét terve van az életével, mégpedig az, hogy a császár elé kell állnia, és ott is arról, hogy Jézusról bizonyságot tenni, akinek teljes szívvel és hittel szolgál. És hogyha ez a terve az Istennek, akkor ez a terve meg is valósul. De az Úristen tovább megy ettől. Megtapasztalják azok, akik ott vannak Pállal együtt a hajón, hogy egyetlen igaz embernek a könyörgése, a jelenléte, az Istennek odaszentelt élete bizony kihatással van azokra, akik körülötte élnek. Sőt, Istennek az a kegyelme látszik meg ebben az utazásban és ebben az ígéretben, amelyet az angyalon keresztül ad Pálnak. Az a kegyelme, amellyel már az Ószövetségben is találkozunk, amikor Ábrahám, mint igaz ember, Isten ismerő és Isten félő ember, Sodomáért és Gomoráért könyörög, és Istennel lealkudja azt az bizonyos 50 igazat, lealkudja egészen 10-re. Hogyha van 10 igaz, akkor azt mondja Isten, nem csak annak a 10-nek könyörülök meg az életén,
hanem az egész városnak, az egész völgynek. De sajnos Sodomában nem volt tíz igaz. Viszont Isten nem pusztítja el az igazat a gonosszal együtt, úgyhogy Lótot, Ábrahám unokaöcsét, és a két leányát, és a feleséget is kivezetik az angyalok Sodomából, Lót is a leányai el is érkeznek arra a hegyre, ahová indultak. Itt még ettől a kegyelemtől is nagyobb kegyelemmel találkozunk. Egyszerűen döntött az Isten. És azt mondja Pál apostolnak, hogy Isten neked ajándékozta azokat is, akik veled együtt vannak a hajón. Az egyetlen igaz miatt Isten több mint 200 embernek megkönnyörül az életét. Megőrzi őket pedig, ahogy Pál írja, és természetesen mindig azzal a feltétellel mond, vagy ír ilyet az apostol, hogy tudja, Istennek minden lehetséges. De azt írja Pál, a közhangulat a hajón, hogy milyen volt, azt mondja Pál apostol, hogy elveszett megmenekülésünk minden reménye. Ezt a szót, hogy minden, nagyon ritkán kell használni. Mindig a megfelelő helyen. De amikor Pál azt a lelki állapotot írja le, ami a hajón uralkodott, akkor azt mondja, elveszett megmenekülésünk minden reménye. Hogyha a vihart nézik, a tomboló szelet, a hullámokat, a hajónak a gyengeségét, az éjszakát, a felhőket, a sodortatást, minden bizonytalanságot, ami körülveszi őket, akkor ez az érzésük támad. Megmenekülésük minden remény elveszett. De Pál nem csak ezt nézi. Pál többet lát. Pál azt is tudja az isteni ígéretet, amit neki adott, hogy a császár elé kell állnod. Ahogyan a római helytartó is megmondta, a császárra fellebbeztél, a császár elé fogsz állni. Ezért van most ott a hajó. De nem ezért van a viharban. Miért van a viharban? Azért, mert azok az emberek, akik döntési helyzetben voltak, rosszul döntöttek. Hallották, amit Pál mondott, de nem hallották meg. Tudtak jobbat, okosabbat, biztatóbbat. A hajó tulajdonos és a kormányos azt mondja a századosnak, aki Pál apostolt kíséri Rómába, hogy menjünk csak, induljunk egészen nyugodtan, olyan kikötőbe megyünk, ahol áttelelhetünk. Ők is tudják, hogy már a hajózáshoz az időszak nem megfelelő, de még látnak annyi esélyt, hogy beérkezzenek egy biztonságos kikötőbe. Pál apostol azonban elmondja nekik, hogy férfiak, látom, hogy a további hajózás nem csak a rakományban és a hajóban okozhat nagy kárt, hanem az életünket is veszélyezteti. A rakományban kár keletkezett, mindent kidobáltak. Aztán a következő, amit kidobáltak, a hajó felszerelése. És ezért is mondja Pál, hogy elveszett megmenekülésünk minden reménye. Már csak ők vannak, és a hajó. És a hajó is kárt fog szenvedni. De döntött az Isten, és azt mondja, én Pálért mindannyiótoknak megkegyelmezek. Senki sem fog elveszni, csak a hajó. Az életük megmarad, mert az Isten így döntött. Ugyanúgy, mint ahogy a Jób életéről is döntött, amikor a sátán kikérte, hogy megpróbálja Jób hitét, elvehette mindenét, amit adott neki az Isten, elvehette az egészségét is, de az életét nem veheti el. Az élet ott van a mindenható Istennek a kezében. És Isten úgy döntött, hogy Pállal együtt mindenki más megtart a hajón. Nagyon sokszor előfordul, és tapasztaljuk annak az igazságában, amit Sámuel prófétának mondott az Isten, hogy az ember azt nézi, ami a szeme előtt van. A százados, a kormányos, a hajó tulajdonos azt nézték, jó az idő, kedvező a szél. Elindulhatunk a biztonságos téli kikötő felé. El is indultak. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de Isten többet lát. Isten azt nézi, ami a szívben van. Pál apostol pedig Istenre nézett. Ő nem csak azt látta, hogy kedvező a szél, nem csak azt ismerte, hogy az évszak bizony már kockázatot rejt a hajó rakományára, magára a hajóra,
de még a hajón utazó emberek életére is. És azt mondja az apostol, hogy ne induljunk el. Vannak időszakok, amikor mi magunk is nem akarunk többet látni, mint ami könnyen megismerhető. És fölöslegesnek tűnik bármilyen más látás. Sokszor mondják az Istenre figyelő embernek, hogy te most hallgass, ez nem hit kérdése. És sokféle más módon megfogalmazzák, hogy miért is nem tartják fontosnak ismerni az Isten félő embernek a gondolatát, a látását, a beszédét. Aztán eltelik egy röpke idő, és bizony rájönnek nagyon sokszor ezek az emberek, hogy azért érdemes lett volna meghallgatni. Mert lehet, hogy alázatos, lehet, hogy szerint, lehet, hogy halkszavú, de amit mond, az értékes, sőt, mindentől értékesebb, mert olyan valaki mondja, akinek kapcsolata van az élő Istennel. Amikor azonban Isten megjelenik a mi életünkben, testvéreim, akkor érdemes különösen is figyelni az ő útmutatására, és bizony elhangzik a kérdés ugyanúgy, mint ahogyan talán kimondatlanul is elhangzott Pálék esetében is, hogy kinek hiszel. A százados meghallgatta Pált, meghallgatta a kormányost, meghallgatta a hajótulajdonost, hozzáértő embereket, és valakit, aki utas. És akkor, amikor döntenie kellett, akkor bizony válaszolnia kellett erre a kérdésre, hogy kinek hiszek. A hajótulajdonosnak, a kormányosnak, vagy ennek a Pálnak. És először a százados rosszul dönt. Inkább hitt a hajótulajdonosnak és a kormányosnak. Feltehetné a kérdés, hogy de hát akkor vajon miért van itt Pál? Biztos vagyok benne, hogy Pál apostol elmondta Istennek a tervét, elmondta életét, szolgálatát, valamennyire megismerte őt a százados. És aztán később látjuk, hogy a százados mennyire másképpen dönt, amikor legközelebb kényszerhelyzetbe kerül, mert dönteni kell, akkor már Pál apostolt hallgat. Nem azokra, akikben egyszer már csalódott. Tudja, hogy amit Pál mond, arra érdemes odafigyelni. Tudja, hogy amit az Isten embere kapott üzenetet, azt érdemes kontrollra venni, sőt, érdemes rábíznia magát. Egy olyan Istenre, akit még nem ismer, de aki jelen van és hatalmasan minden természeti erő fölött uralkodik. Azért ad mellénk az Úristen a szolgálóból is, hogy kérhessük az ő tanácsát. Pál apostol írja, hogy a világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Amikor a világ bajban van, amikor a világ fiai bajban vannak, akkor talán mint utolsó szalmaszálba, mint utolsó reménységbe kapaszkodnak az Istenbe is, kapaszkodnak az Isten küldötteibe is. Megkérdezik, mit mondjak, mit tegyek, adjon nekem tanácsot. Felkeresnek olyan embert is, akit egyébként nem keresnének fel. De amikor elveszett megmenekülése minden reménye, akkor az ember még abba is kapaszkodik, amiben korábban eszébe se jutott. Bizony, testvéreim, Isten többet akar láttatni velük, nem csak azt, ami a szemünk előtt van. Sokkal többet. És nem csak láttatni akar, hanem meg is mutatja a maga valóságát. Jézus a bajba került emberhez kegyelmesen lehajolt mindig, és ma is lehajol a bajba jutott emberhez, és az életben maradásán munkálkodik. Van, amikor egy emberi tanács által, amikor azt tapasztaljuk, hogy az életünk már nem olyan, mint tegnap, van valami betegségünk, van valami rosszul létünk, akkor azt mondja valaki, azonnal menj és vizsgáltasd meg magad. Lehet hallgatni erre a tanácsra, és lehet figyelmen kívül hagyni. A döntés a miénk, és a felelősség is, és az eredmény is a saját bőrünkön lesz látható és tapasztalható. Nem mindegy, hogy kérek hiszünk, nem mindegy, hogy kit hívunk segítségül. Mert testvéreim, az, aki kegyelmesen lehajol az emberhez, és az embernek az életben maradásán munkálkodik, ő az egyetlen, aki segíthet. Amikor eljutsz oda, ahova Pálék eljutottak,
hogy elveszett megmenekülésünk minden reménye, akkor tudnod kell, hogy Istennek minden lehetséges. Neki valóban minden lehetséges. Ő az egyetlen, aki segíthet. És ennek az egyetlennek van ajándéka. Az egyetlen Isten ajándéka adta az ő egyetlen fiát, Jézus Krisztust. Ajándéka adta, hogy nekünk életünk legyen. A Golgota keresztjén megváltott. Helyettünk, értünk, miattunk meghalt. Elszenvedte a büntetést. És ugyanakkor pedig megszerezte számunkra Istennek a bocsánatát. És megszerezte az örök életet. És hogy ez mennyire így van, ő utat nyitott az életbe. Feltámadt dicsőségben. Többé a bűnnek, a világnak, a halálnak semmilyen hatalma nincs Jézus fölött. Ő az első szülött a halottak közül. A dicsőségben feltámadt úr. És ő az, aki feltámasztja a benne hívőket örök életre, és arra a dicsőségre, amely az övé, és amelyben részesíti a benne hívőket. Testvéreim, ő az egyetlen, aki segíthet. Először úgy tűnhet, hogy minden remény elvezett, de akkor is tudnunk kell. Isten mindennel bír, mindenható. Számára minden lehetséges, mert minden a hatalmában van. A Teremtő biztat arra, hogy segítségül egyedül az élő Istent hívjuk. A nyomorúság idején. Azt ígéri, egyrészt biztatva, hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején, azt ígéri, én megszabadítalak téged, és elmondja a folytatást is, és te dicsőítesz engem. Egyrészt az engedelmességgel, másrészt pedig a megszabadítás után szavainkkal és életünkkel, mert ő hozzá kell tartoznunk. Aki őt hívja segítségül, annak szabadító erejét ígéri, és várja annak a felismerését, hogy egyedül őt illeti a dicsőség. Valóban egyedül őt illeti. Nem párt, nem másokat, hanem egyedül a szabadító Istent. Vannak alkalmak, testvéreim, amikor Isten különösen is gondot visel az övéire. De itt, ebben a gondviselésben bevonja Pál utitásait is. Nem csak Pálról gondoskodik, nem csak őt vonja be a gondviselésbe, hanem az utitársait is. A hajón Pál az egyetlen, aki Jézusnak szolgál. De ez lett az egyetlen lehetőségük a Jézusban nem hívőknek a megmenekülésre. Az egyetlen volt az ő lehetőségük. Talán a mi életünkben is eljön egy ilyen pillanat, amikor csak egyetlen egy ember segíthet. Aki komolyan veszi az Istenhez való kötődését, komolyan veszi a hivatását, komolyan veszi azt a bölcsességet, azt az erőt, azt a lehetőséget, amit az Istentől kapott. Mint ahogyan Eszter királyné is komolyan vette. Márdokeusnak a szavait is, aki azt mondta neki, hogy ki tudja, talán nem éppen a mostani helyzet miatt jutottál királynői méltóságra. Komolyan veszi a figyelmeztetést, és ő az egyetlen, aki segíthet. Akinek kockáztatnia kell az életét, hogy segíthesse. És testvéreim, hogyha valaki kockára teszi, érte az életét, akkor légy hálás embernek is, és magának Jézus Krisztusnak, aki nem csak kockára tette, hanem letette az életét, te érted. Tartozz hozzá, bízz ő benne. Ő az egyetlen, aki segíthet. És legyen ő az egyetlen Isten, akit imádsz, és akinek szolgálsz. A gondviselő Isten mondta a saját népének, hogy megáldom a téged áldókat, és megátkozom a téged gyalázókat. És ez nem csak akkor igaz, hanem ma is. Akik bíznak Pálval, mert Isten szól, Isten üzenetét adja át Pál apostol. Azok megtapasztalják ennek az igazságát, megáldom a téged áldókat. És Isten megőrzi a több mint 200 embernek az életét, mindegyikét.
bizony Pál apostolban nem csak a rómaiak fogját kell látniuk a hajón lévőknek, hanem azt is, hogy ő a magasságos Isten szolgálja. Van, akit ismerünk test szerint, mint ahogyan Pál apostolt is ismerték test szerint. És a jeruzsálemi gyülekezet először tartózkodott is attól, hogy befogadják, hiszen ismerték az előző életét és cselekedeteit. De aztán megtapasztalták, hogy megváltozott. Nem csak azt kell nézni, ami az embernek a szeme előtt van, többet kell látni. És Isten megteszi azt, hogy megnyitja a szemüket, ahogy Sámuel szemét is megnyitotta. És megláthatjuk testvérei, ugyanúgy, mint a százados meglátta Pál apostolban nem csak a foglyot, hanem az Isten szolgáját. És nem engedi, hogy megöljék, hanem kiadja a parancsot, hogy mindenki, aki úszni tud, meneküljön úszva a partra, amikor hajótörést szenvednek. Aki pedig nem tud úszni, az a hajó deszkáin, vagy bármivel, amivel kapaszkodni tud, igyekezzen a partra. Mert ezt mondta Isten, hogy mindenki megmenekül. És ezt komolyan vette a százados is. Testvéreim, mi magyarok is megtapasztalhattuk a történelmünk során ugyanennek, a kegyelmes Istennek a megtartó erejét és hűségét. Mint nemzet megtapasztaltuk, mint nép megtapasztaltuk. És ma is felismerhető a mindenség ura, ahogyan átvezeti a népét a megpróbáltatásokon, és adja a hit ajándékát, és adja a reménységet ott, ahol mindenki más reménytelen. Amikor elmondják, mint Pál is elmondja, hogy megmenekülésünk minden reménye elveszett, akkor azt mondja az apostol, mert kijelentése van az Istentől, mert ismeri az Isten és Istennek a szavát. Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok. Testvéreim, bizakodjatok és bízzatok. Ne magatokban, ne a látható körülményekben, hanem a körülmények fölött is uralkodó, élő Istenben. Mert ő adja a hit ajándékát, és ő adja a reménytelenségben is a reménységet. Lehet, hogy úgy szólsz, mint a annak a gyermeknek az édesapja, akit odavitt Jézushoz, mert kínoszta őt a gonosz lélek, és lehet, hogy így szólsz, mint ez az apa, hogy hiszek, légy segítségül a hitetlenségemet. Mert látod, hogy mennyire gyenge vagy, mennyire nem vagy élő hitű, mennyire nem bízol az Istenbe, de ugyanakkor nincs más reményed, csak ő. Csodálatos az az énekünk, most nem fogjuk énekelni, de mindenki saját maga elénekelhet, hiszen kedves énekes számunkra, egyedüli reményem, ó Isten, csak te vagy. Lehet, hogy ide eljutunk. Vegyük komolyan. Bízunk benne. És akár az örök életbe, akár ebbe a biológiai életbe visszahoz az Isten, legyünk hálásak neki, mert ő a mi szabadítónk. A kérdés ezután adódik, mihez kezdesz Isten kegyelmének a megtapasztalásaival? Sokszor megtapasztaltuk már ezt a kegyelmet, amelyik hordozott, amelyikre azt mondjuk, hogy hogyan is menekültem meg, miért pont én? Feltesszük sokféleképpen a kérdést. És ezt a kérdést, hogy mihez kezdesz Istennek a kegyelmének a megtapasztalásaival, ezt a kérdést mindannyiunknak személyesen kell megválaszolni. Személyesen. Ahogyan a Heidelbergi K.T. írói felteszik az első kérdést, mi néked életedben is halálodban egyetlen egy vigasztalásod. Erre is csak személyesen lehet válaszolni. És személyesen mondhatjuk el erre a feleletet, röviden, nem a magamé vagyok, hanem Jézus Krisztusnak a tulajdona, aki megváltott engem. Mennyire tartod méltónak a megváltódat, a szabadítódat arra, hogy egyedül őt imád és csak neki szolgálj? Mennyire tartod méltónak? Tapasztalva erőtlenségedet, elége neked is az ő kegyelme. Ez az apostol, aki ennyire tudja biztatni a vele lévőket, háromszor könyörög az Istenhez, hogy vegye el azt a betegségét, amelyik
úgy érzi, hogy akadályozza az Istennek való szolgálatban. És azt válaszolja neki ez a mindenható Isten, hogy elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Tudom, testvéreim, hogy nem szeretjük, én sem és egyikünk sem szereti megtapasztalni az erőtlenséget, a kiszolgáltatottságot. Azt, amire azt mondjuk, hogy megmenekülésünk minden remény elveszett, senki nem szereti megtapasztalni. De bármit ezek közül, ha megtapasztalunk, akkor el tudod-e mondani azt, amit az Isten mondott Pálnak, és ami igaz, mert tapasztaljuk a magunk erőtlenségét. Elége neked is az ő kegyelme. Vannak, akik a mostani világjárvány idején is Istenben bízó lélekkel feküdtek kórházban vagy otthonaikban, imádkoztak, olvasták az igét, beszélgettek, bízva abban, hogy talán Isten még visszahozza őket ebbe az életbe. Nem biztos, hogy visszajöttek. Vannak, akik elmentek közülünk is. Ki tudod-e mondani azt, amit az Isten üzen, hogyha ilyen helyzetbe kerültél is, vagy valaki, akit szeretsz és szerettél? Ki tudod-e mondani, hogy elég nekem az ő kegyelme? Az életem lehet, hogy véget ér, de életemben és halálomban nem a magamé, hanem az én hűséges megváltónak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Ha meghalok, akkor is. Miért? Azért, mert az ő kegyelme, amit én a Krisztusban elfogadtam, az ő kegyelme akkor is a enyém. És ez a kegyelem, testvéreim, mindenre elég. Elég a feltámadásra, és elég az örök életre való emelet erre. Az ő ereje, ami erőtlenségünk által ér célhoz. Teljesen erőtlenek leszünk a halálban, de az Isten ereje legyőzi a halált, mert az ő ereje mindenképpen célhoz ér. Nálad célhoz ért? Válaszolj meg előtte, őszinte szívvel. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Felséges Istenünk, egyetlen gondviselő és mindenható Isten. Megköszönjük neked a te igéd vigasztaló üzenetét, hiszen oly sok akadály, próba, reménytelen helyzet vesz körül bennünket, amelyekben szeretnénk erőt meríteni, reménységet kapni, a próbákat kiállni és azokban megerősödni. De ez nem mindig van így. Köszönjük, hogy te akkor is, ami Istenünk vagy, amikor a magunk erőtlenségével szembesülünk. És köszönjük, hogy amikor mi erőtlenek vagyunk, akkor tapasztaljuk meg, hogy te nem vagy erőtlen, te erős vagy. Állod így azért, hogy neked van ajándékod, a te egyetlened Istenünk, akit értünk elküldtél. És köszönjük, hogy ő benne az egyetlen erőt küldted el, aki bennünket a bűnből, a halálból és a kárhozatból megszabadít és megszabadított. Állunk és magasztalunk téged, hogy ő az egyetlen, akiben, ha hiszünk, akkor mi magunk is életben maradunk. Elvész a hajó, elvészed a földi élet, de te, Urunk, az örök élet partjaihoz vezetsz. Mert küldtél valakit, aki mindentől erősen. Állunk és magasztalunk téged azért, mert a mi életünk kedves előtted. Oly sokszor megmutattad tanácsokban, szolgáinkban, hogy mennyire fontosak vagyunk neked. Életünket veszélyes helyzetekből kimenekítetted, megtartottad. Betegségekből megújítottál, felépítettél, meggyógyítottál. És köszönjük neked, hogyha gyengeségeinket tapasztaljuk is. A reménység ott él bennünk, hogy te akkor is erős vagy, ha mi gyengék vagyunk. Arra kérünk téged, taníts meg bennünket úgy látni, ahogyan te látsz. Hogy ne csak a körülményeket nézzük, azt, ami a szemünk előtt van, hanem attól többet lássunk, hogy te hogyan értékeled a mi helyzetünket, hogy neked mi a célod az életünkkel, hogy kit adtál mellénk, a
közelünkbe, hogy kinek a tanácsára kell jobban odafigyelnünk, mint a körülményekre. Taníts erre bennünket, és kegyelmes szereteteddel vedd körül életünket. Köszönjük, hogy mindent, amire szükségünk van, te megadsz. Áldott legyen a te neved, Istenünk, aki gondviseléseddel minden egyes napon közel vagy hozzánk, és jelen vagy az életünkben. Így tesszük a te kezedbe, Istenünk, ami beteg testvéreinket és fele barátainkat, és kérünk téged, adj nekik olyan reménységet, amelyben nem szégyenülnek meg. Azt a reménységet, amely nem máson, mint az egyetlen megváltó, ami Urunkon, Jézus Krisztuson nyugszik. Köszönjük, hogy meghallgattad imádságunkat. Légy velünk az elkövetkezendő héten is. Taníts bennünket és nevelj, hogy téged egyre jobban megismerve életünket neked szenteljük. Amen. És most együtt mondjuk el az Úr Jézusról tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Áldásvételre készülve, záróénekként énekeljük el a megkezdett 254. dicséretet az 5. versétől végig, a 254. dicséret 5. versétől a 9. versen bezárva, az 5. vers így kezdődik, segítségül azért Istent hívjátok.
mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte el Isten a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa.